Komoly zene és jazz egyszer a színpadon. Illényi Katica hegedűművész és a Sárik Péter trió közös műsorra lépett fel Pécsett a Kodály Központban. A művészi élményen túl az estnek volt egy jótékonysági célja is. A Kerekvilág Alapítvány iskoláját támogatták. Először is nagyon nagy örülök és megtiszteltetés, hogy ilyen műsorra is hívnak bennünket, és hozzám nagyon közel áll ez a téma, mert az édesanyám gyógypedagógus, úgyhogy én pontosan ismerem ezt az egész hangulatot, meg tudom, hogy milyenek ezek az emberek. Én amikor már 5 éves voltam, akkor az óvoda ott volt a kisegítő iskola mellett, anyukám nagyon sokat vitt át az ő iskolájába, és az összes gyereket, mai napig emlékszem a gyerekek nevére, és hogy mennyire jó kijöttem velük, úgyhogy tőlem egyáltalán nem áll távol ez az egész dolog. Sárik Péter szerint rengeteg baj van a világban, így ha lehetőségük adódik, akkor segíteniük kell a zenészeknek, ahol tudnak. Hogy baj van, nagyon sok baj van, és kutya kötelessége mindenkinek segíteni, aki megteheti. Lehet ez kis dolog, lehet ez nagy dolog, egy átlag ember egy semmiséggel is tud segíteni, de mi, akik meg több embert tudunk megszólítani, vagy sokkal-sokkal több embert, mint egy átlag ember, nekünk még nagyobb kötelességünk az, hogy odaálljunk ügyek mellé, és hogyha egy teltház tud lenni itt Pécsett, akkor azt gondolom, hogy ez csodálatos, mert akkor ugye mi csak egy hívásra jöttünk, és az emberek, akik majd beülnek, több mint 700-an, ők pedig vették az adást, és ők is segíteni szeretnének, és ez így együtt nagyon szép, mert valaki boldog lesz a végén. Minden évben szerveznek jótékonysági koncertet az alapítvány javára. Idén ráadásul jubileumot ünnepelnek. Ez a Kerekvilág Általános Iskola 25 éves jubileumi gála estje. A Sárik trió és Illényi Katica fognak fellépni, akik közül Sárik Péterékkel most már közeli barátságban, ismerettségben vagyunk, és köszönöm is nekik, hogy eljöttek fellépni. Egy különleges estét fognak ők nekünk bemutatni. A koncert ajándék azoknak, akik segítenek. Megmutatja, hogy micsoda öröm lehet ez a kívülről nehéznek látszó feladat, mondja Kővár János. Ahogy a Kishercegben is olvassuk, jó csak a szívével lát az ember. Ez különösen igaz egy olyan iskolában, ahol fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozunk, és azt gondolják sokan, hogy ez milyen nehéz a velük való munka, és közben a nehézség mellett, vagy a fáradtság mellett sokkal inkább úgy érzik a kollégáim, hogy mekkora öröm velük dolgozni. Ezt az örömöt szeretnénk ma átadni mindenkinek. A Kerekvilág Alapítvány fenntartásában működő iskoláról egy kis filmet is bemutattak a koncert előtt, így mutatva meg mindennapjaikat az Oktatási Nevelési Intézményben. A koncert bevételét pedig a későbbiekben az iskola javára fordítják majd.